Szeretettel köszöntünk mindenkit. Nem is tudom, hanyadik a jégképzés. Tavaly ilyenkor kezdtük valamikor. Igazából, amikor elindítottuk ezt a sorozatot, vagy kigondoltam ezt a sorozatot, akkor ez volt az az előadás, amelyik először a fejembe volt. Mivel úgy gondolom, hogy hát szinte mindegyikünk egyetem után fiatalok, de később is természetesen folytonosan találkozunk ezzel a témával, hogy most lakásvásárlás, lakásbérlés. És így tapasztalatból mindenképpen azt tudom mondani, hogy lehet, hogy nem minden esetben, de nagyon sokan eléggé fejetlenül állnak, ütnek bele, vágnak bele ebbe a döntésbe. Úgy magán, tehát saját magának ingatlant venni, mint befektetés céljából. Én is feltenre álltam neki, tehát én is a minimális számításokat nem végeztem el. Szerencsém volt, de ez nem kell feltétlenül mindenkinek, és mindenkor így legyen. Úgyhogy gondoltam, világítsuk meg két oldalát ennek az egész történetnek. Először is ma arról lesz szó, hogy tehát csak és kizárólag arról a témáról lesz szó, hogy azt az ingatlan, amiben lakunk, tehát nem befektetés céljából, amiben lakunk, hogy legyen, béreljük, vagy vegyük el, és mire figyeljük, milyen paraméterek azok, amikre érdemes figyelni. Úgyhogy nem is szeretnék már sokkal beszélni, tudom a szót fölvelni Andrásnak, aki Bartók aluni, Sulinban végzett, ez még jó hír nekünk, tehát ő is ez is az egyik célja az egész történetnek, hogy olyan sikeres embereket hívjunk el, vagy érdekes embereket hívjunk el, akinek van valami mondani valója, és még jobb, hogyha Sulinban végzett. Kis technikai, pár technikai adat. Ezen az alkalommal fogok adni egy ilyen visszajelző cédulát is, hogy segítsetek egy kis feedbackkel azon, hogy hogyan tudunk javítani ezeket az előadásra, milyen témák érdekelnek, stb. Úgyhogy adok majd mindenkinek egy ilyen napot, és mindenki vegye magának egy ilyen napot, majd valakinek odaadom. És aki még nincs fent a listánkon, és szeretne értesítést kapni a következő végeseményekről, az megteheti. Aki már fenn van a listán, az nem kell még egyszer felírja magát, mert vagy elég a neve, hogy tudjuk, hogy itt volt. Úgyhogy átadom a szót, közben állásra. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. El is felejtettem mondani, hogy a közvetítő irodának a vezetője, a Landmark Költönt, és alapítottad az egészet. Igen, volt még egy kollégám, most már átvettem a céget egyedül, 2006 óta nyomom. Jó, akkor át is adom a szót. Köszönöm szépen. A mai találkozásunknak a témája az ingatlanok, venni vagy bérelni. El is kezdem az első szlájdal. Bemutatnám, miféle jövedelmeink vannak. Fizetésből él 90%-a a román népnek, és a következő három az ritkán van jelen a jövedelmek sorában a román népnek. Nagyon kevesen vannak, akik bérleti díjt, ha esetleg rököltek egy lakást, vagy mezőgazdasági területük van, amire árendát kapnak. A tőzsdén a befektetés az nagyon kis százalékú a népnek, mivel tőzsdebefektetésre külön iskolát kéne megjárni ahhoz, hogy jól le tudják fektetni. Osztalék, itt már többen vannak, hogyha van saját céged, vagy esetleg részvényes vagy más cégekben. Ezeknek az összege teszi ki a mi havi jövedelmünket, esetleg évi jövedelmünket. Most a lakásválasztásról szeretném egy picit beszélni, úgy bérlés, mint vásárlás szempontjából. Általánosan a lakásválasztásról van itt szó. A legfontosabb, itt a pozíciót említeném meg, persze, ahogy az angolul mondják, location, 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 szóval a pozíció az mindig a legfontosabb része a lakásválasztásnak. Mondanám, hogyha
vásárolod a lakásodat, akkor elég drága a lakás, de ez gyalogosan mozogni a városban. Város szélén, ha vásárolod a lakásodat, amiben laksz, ott nyugisabb, de autófüggő vagy. A szomszédságok a városban, persze, hogy van bulis emberek vannak a városban, meg az idős kommunisták, akivel nem lehet beszélni, nem csinál semmit, nem újítja fel a tetőt, nem csinálnak semmit, ők még mindig várják, hogy az állam vagy város csinálja helyettük a saját épületükben a munkájukat. Falun meg idősebbek vannak, de ott már van disznó, csirke, amit a városban nem lehet. Most elég rossz a helyzet, hogyha a szomszédságokban éppen disznót tartanak. A következő a tömegközlekedés lenne. Már aki használja, mert legtöbbünknek olyan a munkahelyünk, hogy autófüggő. Itt említeném Zsoltot, aki örökre gyalogos. Bocsánat, ezt elfelejtettem. A városban gyalogos vagy, akkor használhatod a tömegközlekedést, a falun vagy, autófüggő vagy, Újszentesre is jár autóbusz, de nagyon ritkán. Mosnicára is jár autóbusz, de az is ritkán jár, ilyen 3-4 óránként, szóval, hogyha sietés van, akkor nem tudod kihasználni. A következő lenne a távolság a munkahelyi iskoláig, hogyha van gyerekünk, nem meg kell vinni a gyereket a suliban, mi az én időben, mi gyalogosan jártunk első osztálytól kezdve, az most már nem működik semmi életét, senki sem engedje a gyerekét otthonról gyalogosan, vagy esetleg villamosan. Itt megemlíteném egy pár távolságot, szóval reggel 7-től 9-ig, ha Újszentesről jössz be, valahol fél órán át mind jössz egészen a Julius Mallig, vagy a központig, hogyha esetleg ott dolgozol. Újszentes Bartók, hogyha mondjuk Újszentesen a falu közepéről jössz, az olyan 45 perc reggel 7-től 9-ig, tehát kicsit korábban kell mozogni a gyerekkel. Mosnicán 8-től 9-ig, vagy 7-től 9-ig kb. 1 órát mind jössz a központig. Ha bent a városban vagy, akkor gyalogosan 15-20 perc alatt meg tömegközlekedéssel majdnem akárhonnan, akárhova lehet érni. Ajánlom figyelmetekbe, zsombolják olcsóbbak az ingatlanok, és 45 perc a vonat. És kiszámítható. Az biztos, hogy hosszú távon nyerjük. Ahol te laksz, onnan még van neked legalább 10 percet az állomásig. 7 perc volna erre. 4 perc. Igen, de azon van azon, hogy találkozunk volna, figyelj, válaszunk egy napot azon a héten, amikor bejövök, jó? És akkor találkozunk, nem megy az a termális 20 perce. Következő az a bérleti díj és a lakásáraknak a változtatása, a változása a választott helyen. Persze, központban manapság most mondok egy pár bérleti árat, és mondok egy pár ingatlan árat. Két szoba központban, a régi az kb. 400 euró körül van, mint bérleti díj, az új az 500. A város szélén kb. 300 a régi és 400 az új. Falun 250 a lakás, de már 500 ér házban, ilyen fél duplex, ilyesmiben tudsz már találni 4-500 euróért. Az én utcámra most költözött egy barátnőm 400 eurót, béreli egy fél duplexet. Persze, én Újszentes végén lakok az erdőfele, tehát onnan van egy csepp távolság, amivel kipróbáltam, amikor oda költöztünk, mivel én központban laktam, amikor kicsi voltam, és mindenhova gyalogosan mentem, és amikor kiköltöztünk oda, akkor kipróbáltam, hogy mit jelent az gyalogosan. Jú, hát az mit is, hogy gyalogoltam annyit. Az egy és fél óránál voltam a Julius Mallnál, tehát az nem működik. Központ alatt, bocsáss meg, Erzsébetváros, Józsefváros is? Igen. Az? Oké. Okay. Az központ. Hát fél központ. Úgy, itt megemlíteném a diáknegyedeket,
ahol október körül a bérleti díjak fölmennek. Azért mondom október, mert szeptemberben kezdődik a suli, a diákok már augusztusban keresik. Szeptember végére nincs már semmi, októberben fölmegy az ár. Itt hozzáadnak egy olyan 50-70 eurót a normális bérleti díjhez. Ennyivel megy föl októberben. De ez a téma befejeződik december végén. Januárban nem keres senki. Mint árak, a város közepén beszélünk, a lakás ára az kb. 1500-1650, vannak persze 1800-asok is, de nem jellemző. Ez euró per négyzetméter. Ezen kívül város szélén valahol 1200-1300 euró per négyzetméter. Ez mind új, amit mondok. Igen. A régebbiek, a régi lakások, a Ceausescu által épített blokkokban, ott 100 euróval lejjebb van. Hasonlítva minden pozícióhoz. Falon, persze már falon is építenek csomó tömbházat. Ott van, ahol 1000 és 1200 körül van, falutól függ. Ha gyilokon veszed, ott 1000 körül van. Újszentes elején ott, hogyha Kaufland körül vagy 1400, de ez egy speciális helyzet, mert nagyon közel vannak a szolgáltatások, és mindenki a szolgáltatások után, meg a Temesvárhoz való közelség szerint teszik az árakat. Következően a szolgáltatások. Persze, aki mindenki ezt keresi, mivel szolgáltatások a legfontosabbak, megyünk vásárolni szupermarketbe, megyünk, kell egy park, kell egy erdő mellett. Már aki szeret szaladni, szeret kutyával sétálni, sporttermek, bárok, szeret sörözni, elég rossz az, hogyha autóba kerüljél, elmenjél a barátokkal sörözni egyet, mert visszafele biztos taxival kell gyere. És Újszentes végéről ez elég komplikált. Persze az iskolák és az óvodák is ide tartoznak a szolgáltatásokhoz. Most következő lenne az emelet. Idős emberek azok mindig földszint vagy első emeletet keresnek, mivel a Ceausescu által épített tömbházakban ott a negyedik emeletig nincsen lift, és senki nem szeret négy emeletet földalugolni. Az újabb tömbházakban ott már földszint plusz két emeletig nem csinálnak liftet, utána már beleépítik, mert kérik az emberek, kérik. Új vagy régi, vagy öreg. Hát itt pozíció szerint beszélünk, mert központban a legtöbb a régi lakás, nem az új. Új hely nem nagyon van központban. Amik vannak, azok ritkák és nagyon drágák. A választék nagyobb régi lakásoknál. Amikor a régiről beszélünk, vannak felújítottak, vannak szigeteltek. Az újoknál megemlíteném, hogy oda kell figyelni nagyon, hogy kitől vásárolunk és mit vásárolunk. Erre a legjobb az internet, a fórumok, ottól mindenki elmondja búját, baját, mert nagyon rosszul építkeznek manapság. Az első dolog az a profit, második dolog sajnos a biztonság, nem fordítva. És ebből a szempontból nagyon oda kell figyelni, hogy mit vásárolunk, amikor új lakást veszünk. Esetleg meg kell nézni a cég, hogy mivel foglalkozott, mielőtt még megépítette azt a tömbházat. Ha véletlenül kozmetikai szalon volt, akkor bevásárolják attól az embertől, mert az olyan úgy is építkezett. A következő a biztonság. Itt megemlíteném, hogy Temesvár az egy relatív biztonságos hely. Nagyon kevés az a hely Temesváron, ahol problémák vannak a biztonsággal. De ott is ritkán hallasz ilyesmiről. Megemlíteném, találnak Kunc vonat, Sztyáva, Umete, ezt a hármat említeném, de itt is mondjuk így ritkábban történik valami. Az állapota nagyon számít, felújítat vagy felújításra szoruló. Mikor vásárolunk és nincsen felújítva, érdemes egy építkezővel elmenni, hogy végignézze azt a lakást, mert ők föl tudják mérni a helyzetet jobban, mint mi próbáljuk, ők tudnak árakat, tudják, hogy mennyibe kerülhetnek az anyagok, amiket föl kell használni.
Pince vagy tetőtér, persze pince is van eladó, meg tetőtér is van eladó. A pincével Temesváron egy baj van, nálunk a talajvíz az elég magasan van, így az új épületeknél nem is nagyon csinálnak pincét, nagyon kevés az új ház, aminek pincéje van. A régi házaknak van pincéjük, de ott általában nyírkos a pince. Itt bekövetkezhet a penész, ez egészségügyileg nagy probléma. De mindig hűvös, nem kell légkondi, legalább egy. A tetőtér az nyáron nagyon bemelegedik, ott mindig megy a légkondi, mondjuk hogy májustól arra fele egészen szeptemberig egyfolytában használod, amíg otthon vagy. Következő lenne a fenntartás költsége. Régi lakásokban mindig elromlik valami. Ha meg van csinálva a szigetelés, akkor kevesebb a fűtés számlája. Ha a saját gázfűtésed van, a városi fűtéssel szemben messze olcsóbb a gázfűtés. És nem utolsó sorban itt említenem, a bérleti díjat vagy a havi részletet, az soha ne haladja meg a jövedelmeteknek a 30%-át, mert akkor kényelmesen tudod vinni. Ha esetleg bekövetkezik valami és csökken a jövedelmed, mint például gazdasági válságban történt, levágták 25%-kal az államnak dolgozó embereknek a fizetésüket. Ha te a jövedelmednek a felét adtad bérleti díjra vagy havi részletre, és levágtak belőle még 25%-ot, abból a 25%-ból maradékból abból egyszerűen nem lehet megélni. Életünk és házaink. Egy életen keresztül román 4 kb. 2-3 saját vagy bérelt lakásban lakik. Ha bérelt, persze akkor gyakrabban tudod váltani, mert egyszerű a váltás. Itt megemlíteném például az amerikaiakhoz képest, az amerikaiak kb. 4-5 házon keresztül mennek egy életen keresztül. Ez mind azért van, mert náluk ez a vásárlás és a kredit, ez nagyon egyszerűen működik, és nagyon könnyen működik. Náluk van egy olyan, hogy credit score, van egy jegyed. A jegy mondja meg, hogy te mennyire vagy szolvábbi, Zsolt, szerintem? Fizetőképes, azaz. És persze, hogyha fölmegy a fizetésed, mindjárt akarsz nagyobb házat, lehet más hitelt venni rögtön, ha meg lemegy a fizetésed, ugyanúgy vehetsz kisebb házat, és az ingatlan ügynökök intézik az összes papírt. Tehát te csak költözöl egyik házból a másikba, ezért nagyon egyszerű náluk a költözkedés. Így ők 4-5 házon keresztül mennek, sőt ott mindenki bizniszel, tehát ott ez a ház vevés meg adás, ezt mindenki csinálja, és mindenki próbál rajta nyerni valami. Három időszakban osztanám az életünket, a nagy időszakok, ez persze a vásárlás, lakásvásárlás szempontjából. Az első időszak lenne a karrierünk eleje, amikor jellemző a kis jövedelmünk. A jövedelem kicsi, de nő idővel. Ahogy tanulunk, egyre többet tudunk, annál jobban vagyunk megfizetve. Eszenciális, hogy tetszen a munkahelyünk, akkor hamarabb tudunk több jövedelmet szert tenni. Még nem tudod, hol fogsz lakni, és nem tudod, milyen városban lesz a munkahelyed, és hova küldenek majd dolgozni, ez a másik probléma. Szükséges a mozgékonyság, rugalmasság, talán sokat utazol a munkahelyen, ebből a szempontból talán nem kell ilyen hamar lépni a lakásvásárláson. Karrier elején keveset vagy otthon, sok a munka, sok a buli, barátokkal vagy a szabadidődben el vagy menve otthonról, hazajársz csak aludni. Hát amikor aludni jársz haza, akkor nincsen helyigény, persze egy-két szobában el lehet lakni, sok jó ember kevés helyen is megfér.
Persze két ember egy stúdióban is el van, hogyha jön a kisgyerek egész 3 éves korig még 2 szobás lakásban simán el vagy vele, utána jó, hogy ideális mondjam úgy, hogy neki is külön szobád legyen. A legfontosabb dolog, amit én itt látok, hogy még nem tudjuk, mit jelent nekünk az ideális ház. Nem tudjuk, mik a komfort kritériumaink, mert az mindenkinek más persze. Az egyik szakács, a másik sportoló, az egyik nagy konyha kell, a másik szeret szaladni az erdőben. Ezek a dolgok, ezek olyan dolgok, hogy nem hasonlítanak, úgy, hogy egyik ember sem hasonlít. A következő nagy időszak lenne a család. Itt általában 30 év felett beszélünk, itt már lehet kisgyereket, az a 3 éves, már betel talán, stabil a karriered. Nagyobb a jövedelmet persze. Már tudod, mit szeretnél egy háztól, tudod, mik a szokásaik. Már lassan látod, hogy mi az ideális ház neked, és azt szerint tudsz választani. Van feleség, fér vagy gyerek, tehát vannak családi szükségletek. Itt, ha fér vagy, akkor tudod, mit jelent az, hogy happy wife, happy life. Ugye? Ennek jó utána nézni, és amikor lakást választasz, akkor meg kell beszélni egy cseppet otthon. Már tudod, melyik időt akarsz lakni a lakásban, ez nagyon fontos, mert ebből kifolyólag majd tudjuk számítani, hogy inkább bérelni, vagy inkább vásárolni érdemes. Ez mondjuk talán a legfontosabb kérdés, amit felrakhatsz magának. Számít már a pszichikai komfort, mert persze ott van a család, és a családodat biztonságban szeretnéd érezni. Már tudod, hova adod a gyereket? Tudod, hogy majd suliba hova megy? Persze, hogyha kicsi a gyerek, akkor előre kell lássál egy pár évvel. Én most, nekem most fog következni ez a probléma, mert a lányom az mindjárt iskolaidős, és akkor a Bartók az most egy kicsit messze van nekünk. Az utcán végében áll meg a Bartók autóbusz, de ott az utolsó megálló, tehát a gyerek az majd egy órát jönne vele, az meg nem a legjobb. Nagyobb a helyigény, hogyha van 2 gyereked, akkor már kell az a 3-4 szoba. Hát talán nem a 4, mert Temesváron a 4 szobás lakást az nagyon kevesen igénylik. A 4 szobás lakásoknak az ára valahol ott van, ahol kezdődik a legkisebb házaknak az ára. Kell tudni, hogy Temesváron Románia szerte a legtöbb házban per személy. Itt mindenki házba szeretne lakni. Valamilyen idő után mindenki házat szeret. Ezért a 4 szobás lakásokat nem is nagyon lehet eladni. Tehát, hogyha vásároltál magadnak egyet, akkor kell számolni avval, hogy az elég nehéz lesz eladni. A 4 szobások azok 80-tól 120 négyzetméterig. Megszorozunk 120-100 ezer euró körül, már vannak házak simán. Persze, hogy kint, Újszentes, most mit szabad, gyilog, de már vannak házak, és azt nem lehet a kettőt összehasonlítani, hogy mit jelent az udvar. Kicsapod a gyereket, nincs veled probléma. Milyen jó. A saját udvarban vagy, nem szabad, hogy el sehova biztonságban van, és akkor van GPS. Én általában mindent, amit tanultam, azt a saját bőrödön tanultam. Több időt töltünk otthon, mivel gyerekünk van, kell vele játszani, kell, meg szeretnénk. És külsabbak vagyunk, nem az a bulis. Már nem járunk annyit bulizni, már ez a dolog, ez már hát a második síkba szorul. Az utolsó időszak, amit megemlítenék, ez a középkori öregkor, 55-60 éven felül van. A nyugdíj közeledik, hát a nyugdíjban általában a jövedelemek csökkennek. Kevés az az ember, aki annyira jól befektetett, hogy stabil, tovább stabil a jövedelem, általában mindenkinek csökken. Speciális nyugdíjat kapsz. Vagy igen, vagy speciális nyugdíjat kapsz.
A gyerek elköltözött, csökken a helyigény, azt a plusz szobát, amit megvásároltál, mert a gyerek, azt most már nincs szükséged rá. Persze, hogy vannak ilyen új gazdagok, akik hirtelen meggazdagodtak, és akkor kell egy hatalmas ház, 400 négyzetméter, meg ilyenek, és akkor rájönnek, hogy jön az öregkor, és a gázszámla az 1500 lej, 2500 lej, és azt nem bírod vinni. Takarításról még beszél. Hát azt nem kell takarítani, tudod, mert lezárod a fél házat, és akkor van két szoba, ahol laksz, a többi meg nem számít. Változnak a szokásaid, nem vagy már annyira aktív, esetleg már nem tudsz annyira kertészkedni, mert fáj a hátad, vagy ezek a dolgok, ezeket is figyelembe kell venni. És nagyon számítanak a szolgáltatóság közelsége, mivel sokat kell járni már orvoshoz, általában az idősebbek inkább tömegközlekedéssel járnak, és így jobb, ha esetleg bent a városban választanak maguknak helyet. Első a kényelem és a pszichikai biztonság. Persze, hogy nem akarod semmi mással verni a fejedet, csak a te kis öregkorodra. És itt mondjuk egy bérleti díj az fájdalmas. Itt még kéne nyomni, hogy beszéljünk a bérlő előnyökről és hátrányokról, és utána a vásárló előnyökről és hátrányokról. Az első között említeném a bérlő előnyöket. Javítások azokat a tulajdonos csinálja, fizeti, de nem kell sokat verjed a fejlet rajta. A kis jövedelem nem teszi lehetővé a hitelfelvételt, mivel 1500 lej a minimum fizetés. 1900? Hát én az ING szájtjáról vettem ott 1500 ér, úgyhogy... Sőt, azt hiszem, miután leadózott... Helyen ott vagy. Kézben vagy. Egy minimális fizetés az, gondolom, a hitelfelvételhez az szükséges. Ha munkád, vállalkozásod van, nagyon mobil, gyakran mozogsz a városból, városból, talán másik országból, akkor a bérlés az előnyödre válik. Ha befektető vagy, vállalkozó vagy, és a pénzt forgatod jobb hozammal, 10%, akkor érdemes bérelni. Itt van egy jó pár kliensem, egy építkezők. Mindegyik bérben lakik. Senki sem fogja azt föl közülük, hogy 100.000 eurót tartani egy házban, az nem lehet. Ezt a 100.000 euróért vesz egy 40.000 eurós telket, ráépít egy 70.000 eurós házat, elegy a 120.000 euróért, ott van 20%, úgyhogy nekünk ez nem működik, hogy vásároljanak saját házat. Persze mindegyik vásárol majd magának egy házat, de amikor már nagyon milliómosok és nagyon megszedték magukat, akkor megcsinálják az államházukat. De addig csak bérben lakni. A bérlő hátrányok, a havi bér nőhet, amikor a szerződés lejár. Itt más országokban például ez törvény szerint van, hogy nem nőhet csak valamennyivel. Itt nálunk nincsen, persze nálunk csak a piac mondja meg, hogy mennyire növelheted a bérleti díjat, mert hogyha te rácsapsz 200 eurót egy 300-as bérleti díjra, azt már nem veszik ki senki. Csak fizetsz, nem maradsz semmivel, mivel hogyha öreg leszel és még mindig bérben laksz, akkor megint egy probléma van. Akármit szeretnél módosítani a bérelt lakásban, mindig a tulajdonos beleegyezésével, ez másképp be van írva a szerződésbe is, csak a tulajdonos beleegyezésével lehet. Öregkorod, amikor csökken a jövedelmed, nincs saját házad, ez nagyon fontos én szerintem, és akármikor kirakhatnak, itt van egy probléma a román törvénnyel, mindenki csak az egyéves béreket, tulajdonosok csak az egyéves bérleti szerződéseket szeretik, és mindig újra hosszabbítják. 10 éves lakás bérleti szerződést még nem is láttam, szóval nem tudom, nem létezik. De már kicsit változott, már változtak a törvények. Manapság egyszerűen, ha egy bérlő nem akarja elhagyni a lakást, te nem tudod kiszedni onnan semmiféleképpen. Tehát csak perbeadás, amíg kész a per, azt gondolom, András, ezt
konfirmálja, amíg kész határ az ott lakik. Nem fizet neked semmit, még rezsit sem, és nem tudod kiszedni, de ez így van az üzlethelyiségeknél is, ugyanúgy a lakásoknál is. Ez egy gyorsított eljárás, itt akár már 4-5 hónap alatt is van egy határozatot, első fokú. Ja. Jó, és ha megnyered a fert, akkor visszamenőleg igényelheted a másik perben, igen. A másik. De általában, hogyha például van gyerek, akkor az nagyon-nagyon húz ennél a dolognál. Tehát, mármint a bejövői akárra? Igen. Tehát ezt oda néznek ilyen problémát. Ez érdekes, nem? Hogy a felakásod és mégis a bejövőt nem tudod kívánni. Németországban sokkal rosszabb. Ausztriában sokan. Nem rakhatod ki, amíg le nem jár a bérleti szerződés. Jó, hát azt nem is akarod. Nem fizetett határidős bérleti szerződést. Németországban. Az egy dolog, hogy külföldön, ahogy működnek ezek a dolgok, persze. De itt Romániában van kliensem, aki egyszerűen nem fizetett már neki bérleti díjat, és nem tudta kiszedni az embert a lakásból. Amíg kész nem lett a per, addig sem. És amikor elment, akkor elment villanyóráfal, minden elment a másik. Tehát úgy belerakott még vagy 3000 eurót, hogy újra bérelhesse azt a lakást. Szóval nagyon oda kell figyelni, hogy kit veszel bérbe, hogyha van bérelhető lakásod. Következők a vásárló előnyök. A lakás ára általában minden évben fölmegy 4-6%-kal, ezt megemlíteném, hogy 2-3% az infláció fölött, kb. Ennyit nő a lakásoknak az ára, míg a havi részlet relatív stabil lehet, hát ez relatív mondom, mert van az a robor, ami változtathat rajta, de vannak hitelek, amik fix kamatúak, és azok stabilak. Használhatod a házadat, mint befektetés. Ha el kell költözni belőle, el kell menni a más városba, akkor rögtön kibérelheted, és passzív jövedelemként, amiből fizetheted a részletedet a lakásra. Ha vásárolsz, valószínű, hogy részt fog venni a közösségbe, persze megismered a szomszédjaidat, barátkozol. Ha bérlő vagy, akkor olyan távolságtartás, mert nem vagy ott örökre, lehet jövőre már elköltözöl, és akkor valahogy nem nagyon. Ezt látszik, a legjobban látszik azokban a tömbházakban, ahol mindenki béres, ott senki nem ismer senkit. És nem tud megtalálni a tulajdonost se, szóval... A vásárlóknak az előnyei között még ott van az, hogy úgy módosítod, ahogy akarod persze, saját házadat csinálsz meg, amit akarsz, és pszichikailag általában jobban érzed magad a saját lakásodban, mint egy bérelt lakásban, mert megvan az, hogy ez nem az enyém. A vásárló hátrányok, fizeted a javításokat és a fenntartását a lakásodnak. Ez sokba kerülhet, főleg a régi tömbházakban, ahol most sorakoznak fel az újításokkal, most raknak új liftet, most csinálják meg a tetőt, most ezek mind pénzbe kerülnek sorba, most raknak új ajtót lent, interfon, meg mindenféle mást. Ezek mind pénzbe kerülnek, persze, hogyha egy új tömbházba laksz, akkor ezek mind nincsenek, mert új. Nem lehet gyorsan eladni, és nem mindig a kívánt árral. Persze, hogy a gyorsaság az mindig az árral függ össze. Adót kell fizetni rá, és piac szerint csökkenhet az ára 40%-kal. Ezt a 40%-at majd egy grafikon, amit most meg is mutatom. Mivel amikor a gazdasági világválság volt, 1300-ról lecsökkent 800-ra, hát az úgy van 40% kb. Ennek vagy két éve, hogyha tulajdonos vagy. Az adót egyelőre Romániában nem számít. Tehát az adó az annyira kicsi, hogy egyáltalán nem számít. Most amikor föl fog menni 1,5%-ra, vagy 3%-ra, mint külföldön van, úgyhogy mint amit 15 év alatt még kifizeted egyszer a lakásodat, akkor az már nagyon nagy szempont lesz. Persze Amerikában így megy a dolog, ott 15 év alatt még egyszer kifizeted a lakásodat, házadat. Csak adóból. Házvásárlásra pénz kell,
ha még hitellel is veszed föl, előleg a pénz kell. Amit már nem tudsz befektetni, ha bérelsz, persze azt be tudod fektetni. És a biztosítás kötelező, ha vásárolsz hitelre, ha bérelsz, nem kötelező. Én a biztosítást ajánlom mindenkinek. A házadat, hogyha megvásárolod egy összegért, azért az összegért biztosíts be a házat. Ne a minimális 20 eurós biztosítást használd, mert az nem fedez majd semmit. Hát legfeljebb, hogyha elviszi a víz a házadat, ami Kelesváron elég nehezen fog megtörténni. Kért a vége. Ja. Látunk olyat is, de azért az, hogy elvigyen mindent, az nehéz. A lakásvásárlás. A Romániában 96%-a tulajdonos, ez világrekord, köszönjük Iliescu-nak, 91-ben ide adott mindent, úgy mezőgazdasági földet, mint lakásokat. Itt a mezőgazdasági földnél megemlítem, hogy ez egy hatalmas nagy hiba volt. Oda kellett volna adni a népeknek, de megtartani azokat a kooperatívákat, és mindenki a tulajdonával bent legyen egy ilyen közösségben, mert a mezőgazdasági terület csak akkor jó, hogyha össze van szedve. Ha fragmentált, avval sokat nem tudsz csinálni. A lakásokat nagyon potomáron meg lehetett venni, ezért nálunk ennyire nagy a tulajdonos szám. Mindjárt 90 után még nagyobb volt ez az arány, mint 96%, de akkor jöttek a bankok, hitelek, még elvettek egy részt belőlük, úgyhogy most már egy kicsit kisebb az arány. Itt megemlítenék például Németországot 50-50% az arány, Európában olyan az átlagos 60%. Itt látszanak a bérleti díjak is, mert persze nálam Romániában 5% a népnek keres bérletet, albérletet. Németországhoz képest, ahol 50% a népnek keres albérletet. Persze, hogy ott egy lakásnak a bérleti díj az 800 ezer euró, nálunk 2-3-400 euró. A lakás, a ház az életed legnagyobb befektetése, vajon passzíve vagy aktív? Az aktív befektetés az, ami pénzt hoz, a passzív, amit hoz adót. Általában én azt mondom, hogy inkább passzív, mint aktív, de például, hogyha a piac fölfele mozog, ott van egy kis jövedelmed, az a 4-6% az, amikor az árgörbének az exponenciális részén van, ott lehet 10% egy évben. Sőt, én 2006-ban, 2007-ben, amikor ingatlanoztam, volt egy kliens, amikor emlékszem, aki augusztusban jött hozzánk lakást vásárolni. Augusztusban tudtuk neki a pénzért adni egy háromszobás lakást, szeptemberben kétszobás lakást, januárban egyszobás lakást, és kb. Márciusban garást. És akkor így mentek fel az árak, az a 2007-ben történtek ezek a növések, ezért mondom, hogy az lehet több mint 6%, lehet 10% növekedés is. Jó, de hogyha már megvetted Akkor jövedelem. Akkor jövedelem. És akkor átmegy a passzívból egy picit. Benne laksz. De fölmegy. Tehát, hogyha holnap eladod, akkor ott van a jövedelem. Benne adod el, mert benne laksz. Szerintem, ami belaksz, az passzív. Mert az viszi a pénzt. Na, itt vannak ezek a... Ezt kioszák is azt mondja, hogy az mind passzív, semmiféleképpen sem aktív, de mondjuk itt van egy pár dolog, amit még meg lehetne beszélni. Persze nagyon számít, hogyha hitel vagy készpénzt veszed a lakásodat, mert hogyha hitelre veszed, az a kamat az elviszi az egész árnövekedést, tehát akkor biztos passzív, semmiféleképpen sem aktív. Ebből kifolyólag Romániában, a nagyvárosokban, mint Temesvár, Kolozsvár, itt kb. 50-50%-os a készpénz és hitelvásárlás. Sőt, Kolozsvárban például 65%-os a készpénzvásárlás. Egyelőre még kevesen lesznek kreditet föl. Ez nem rossz. Az ideális az, és ezt szerintem ezt mindenki erre felé kéne tartson, hogy az, amiben laksz, azt készpénzzel vásárolj meg, és azt, amire hitelt veszel föl, az legyen egy aktív befektetés. Tehát más pénzével próbáljál profitot csinálni, nem a sajátoddal.
Ez egy fontos szempont szerintem. Számolj mindig a pluszköltséggel, költözés után be kell rendezni, 3-5 ezer euró nagyságtól függ, 7-8, esetleg újítani kell, nem tetszik valami, ki kell cserélni, szóval itt vannak költségek, amikkel kell számolni. Ha nincs pénzed, tőkehiány, akkor a hitel. Na most, amikor hitelt veszünk föl, nagyon utána kell számolni. Kell számolni a negatív eseményekkel. Lemegy 25%-kal a fizetésed, itt megtörtént. Elveszted a munkahelyedet, feleség vesztél a munkahelyét. Gazdasági válság jönnek. Nézd a jövőbe, mert például lehet gyereked, és akkor megemelkednek a költségeid. Addig nyújtózkod, amíg a takarod elé lesz a 30%-os a költséged, a jövedelmedből ez legyen a maximális. A mai jövedelemmel számoljunk, ne számoljuk azt, hogy tudod, hogy majd jön a béremelkedésed, és arra a béremelkedésre veszed föl a hitelt. Nem. A maival számolod, ha még fölmegy a béred, az csak segíteni fog rajtad. 30% jövedelemmel úgy érted, hogy a részlet... Hitelre vagy a részletre? Részletre, maximálisan 30%. A hitelt euróba vagy lejbe, ez egy fontos szempont, abból kifolyólag, hogy ha lejbe nyered a pénzedet, akkor lejbe vegyél föl hitelt, mert így nem vagy kitéve a valuta árfolyamnak és annak ingadozásainak. Itt megemlítenék mindjárt a világválság után, nagyon sokan, például a Volksbank az nagyon nyomta ezeket a svájci frankban a hiteleket, és mindenkinek ajánlották, és mindenkinek adták. És hát fölment a svájci frank 2,27-ről 4 leje. Na most ez majd megduplázta a havi részletet, amit akármennyi pénzt csinálsz, nagyon fáj. Amikor megduplázzák a hitelt, de a 30%-ot a jövedelemedből szántál rá, és belőle egyből 60 lett, az fájdalmas. Svájci munkahelyet azért keresni. Mennyi időre veszed fel a hitelt? Persze itt számít, mert ha rövidebb időre veszünk fel a hitelt, akkor megnő a részlet. Ha nagyon elhúzzuk, akkor kicsi lesz, de örökre a banknak a rabjai vagyunk. A kamatra kell figyelni. A kamat lehet fix, most már a hitelek általában fix kamatúak, ami a banknak a kamatját illeti, de mindegyik hozzá, aki a ROBOR. A ROBOR az a román bankközi ajánlati kamatláb, ez most nagyon furcsának hangzik. Azt jelenti, hogy a bankok egymás között milyen kamattal adják a készpénzt. Általában a hiteleket a 3 hónapos ROBOR-ral számolják, tehát tulajdonképpen a kamatod az a banknak a fix kamatja, plusz a ROBOR, ebből lesz a te havi részleti kamatod. Az ingatlanadó, város vagy falu, első vagy második tulajdon, itt egy pár számot mondanák, nagyon kicsik, ami a saját lakásodat illeti, 0,08-tól 0,2-ig ez a lakásra az ingatlanadó. Ha üzlethelyiséged van, akkor 0,2-től 1,3%-ig. A vételárnak a... Nem, ez egy, van egy ár, amit ők kiszámolnak, van egy képlet. Azt mondják, hogy valahogy depozitár. És azt ott megállják. De szóval nagyon kicsiték az a fő. Itt, amire oda kell figyelni, hogyha a lakásodat arra használod, hogy a cégnek a székhelye is ott van, akkor úgy fizetsz rá adót, minthogyha üzlethelyiség lenne, nem minthogyha lakás lenne. De ha a cégnek a székhelye ott van, de neked nincsen az a Pungdelogru, most ezt nem tudom, úgy, ha nincs meg a munkapont ugyanott, akkor továbbá lakásadót fizetsz, nem üzlethelyiség fizetsz. Üzlethelyiség adót. Azért itt vigyázzál, mert most épp ment fel minden adó. Igen. Nagyon felment. Én ugye
kiadom cégbe is, az nagyon felment. Mert említetted, hogy nem olyan magas, hát relatív. Mit jelent négyzetméter? Szerintem ez nem négyzetméterre számoljuk, hanem az egy évi bérből kb. Elmegy egy is fél hónap. Wow. Tehát ez így számolják, mondom? Talán még annyi se, de akkor is magas. Nem, itt magas. Nagyon magas, nagyon, nagyon felment. Felment a privát is. Igaz, hogy kicsi volt, de duplájára nőttek. Köszönjük, magunk most még tudjak. Igen. És a héten jelentették be, hogy jövőre megint emelkedik. Hát persze, hogy emelkedik, mert hogyha nincsen uniós pénz, akkor nincs miből fizetni a szemeteseket. Nincs miből fizetni a szemeteseket, persze. Nagy projekteket csinál, de nincs pénz rá. Tehát csak akkor honnan? A néptől. Megint itt az a kérdés, hogy mennyi idő akarsz ott lakni, ez megint nagyon fontos kérdés, és ezen nagyon jól el kell gondolkozni. A felújítás vagy befejezés költsége, itt a régi lakásokról van szó, vagy az új lakásokról, amin az új lakásoknál van egy olyan dolog, hogy megvásárolhatod félkészen, és akkor kicsit olcsóbban adják neked oda, és be tudod te fejezni idővel, ha esetleg nincs meg az egész összegre. Az újoknál, az új lakásoknál, hát nincsen pozíciójuk az új lakásoknál, ezt már megemlítettem. Általában nagyobb telkek, új lakások azok a város szélén vannak. A város központjában ritkább a telek, amire új lakásokat építenek. A régi lakásoknál jobb a pozíció, központi. Lehetnek nem ismert tényezők, mert a régi lakásokat nagyon sokan úgy újítják föl, hogy lefestik a penészt, és akkor te jössz, minden fehér, szép, tiszta, hozt egy hét alatt minden fekete megint, és mit csinált? Ha megvásároltad. Ezért kell odafigyelni, és esetleg egy építkezővel menni, aki tapogat, kopogtat, néző dolgokat. Lakásbiztosítás minimum, vagy reális, megint a reális ajánlom. A minimum az úgy nagyon jó, mert csak 20 euró, de az mondjuk nem segít semmit. Lakás és a lakásár és a piac ciklikussága. Na most itt van egy grafikon, ami itt valahol van a gazdasági világválság. Itt valahol van a világválság. Látszik, hogy az 1300-as ártól leesett nagyon hamar, egy év alatt idáig, és még lassabban, még vagy 2-3 évig, amíg stabilizálódott a piac. Amikor vásárolunk, ha hitel, ha készpénz, a legjobb vásárolni az árgömbbe alján, itt. Ez most egy kicsit. Ha eljössz a landmarkinkat, az üsenik, mi megmondjuk. Nem, de általában nagy esés után mi érezzük, hogy mikor stabilizálódik a piac. Nagy esés után. Azt, hogy mikor fog gazdasági világválság lenni megint, azt nem nagyon tudja megmondani semmit, senki. De azt, hogy mikor stabilizálódott a piac, azt mi már megérezzük, mint ingatlanosok. És persze, hogy mindig itt kell vásárolni, itt valahol lent. Na és most mennyire stabilizálódott? Most nem stabil, most az exponenciális felé tartunk, szerintem még megnő talán ideig, és utána megint. Mivel ciklikus. Most, hogy ez mennyi időt jelent, statisztikailag 10 és 15 év, 13 év, kb. Itt vannak a ciklikusságok. De nehéz az, hogy ciklikusságról, mert a drágnyáik nem a ciklikusságban gondolkoznak, hanem van egy törvényt, és holnap beesett a piac. Igen, de mi nem tudunk nagy kritet. A drágnyáik miatt leesik a piac 100-200 eurót. Igen? Nem 40%-ot. 40% esékre arra gazdasági világválság kell legyen. Az már Trump. Az már Trump. Az már bankok és kamat, az már semmi drágnyá. Amit látjuk, ez az új és ez a régi. Na most itt egyes helyeken látjuk, hogy magasabb a régi, mint az új. Még itt is.
most is. Igen. Ez mind azért van, mert a régieknek, ezek átlagok, igen? Tehát ez a grafikon, ez egy átlag. A régieknek a számuk jóval nagyobb, mint az újaknak. És például, ahol a központi lakások, ott, ahol drágábbak a lakások, ott jóval több régi lakás van, mint új. Ezért ez az átlag, ez nagyobb, de hogyha hely szerint veszük, persze, hogy az új lakások azok drágábbak, mint a régiek. Persze, hogy válság és áresés, az vannak külső tényezők és belső tényezők. Ahogy említettük, drágna a belső, Trump a külső. A külsőt megemlíteném, azért mondtam, hogy bankok és kamatok, mert persze vannak ezek a bank, megvásárolták a nagyobb bankok, a kisebb bankokat. Ott van Becsere, az az Erste banké, igen, ha az Erste banknak problémája van külföldön, akkor a romániai Becserenek is problémája lesz. Ugyanúgy Berete Societe Generale, és még mondhatnám tovább, ezért vagyok kitéve a bank problémáknak, amik külföldön történnek. Habár minket nem nagyon érintenek, de ebből kifolyólag mégis. Itt, ha lenne egy pár kérdés? De haragudj, de nem, abszolút nem tudok egyetérteni. Ezzel főleg, hogyha a Temesvár beszél, akkor 90-től kéne vegyed, és az 1300 és 800 között relatív kicsi a különbség, mert ez azt jelenti, hogy 130 ezer euró egy lakás és 800 ezer. Mondjuk nem teljesen a számok, de oké. Ez az egy csúcs volt, az a 2008 március, ez egy abszolút csúcs volt, hogyha 2000-től veszed, akkor ez a grafikon úgy alakul át, hogy ez majdnem, hát nem mondanám azt, hogy egy vonal, de nagyon közelít és nagyon mélyről indul. Azt mondta, ciklikus az ingatlanpiac, nem ciklikus, hát sokkal értéktelenebb, de ha 2000-től kezdett, tehát nézd csak meg, 80 ezer euró volt ott egy lakás, egy 100 négyzetméteres. Hát az 2000-ben az a 80 ezer, 40 ezer euróba került. És persze. Oda nem ment vissza soha. Sőt, tehát az egésznek egy ilyen... Sőt, amikor nekünk, akkor 1500 euróba került egy lakás. Tehát csak annyit akarom megvilágítani, hogy mert egy kicsit úgy hallom, hogy pessimista, hogy az ingatlan értékeknek volt egy ciklikusság, de ez ilyen felfele menő ciklikusság volt. Hát gondoljuk meg, 90-es években mennyire veszünk lakásokat. Ezért mondtam, hogy ez még fölmegy ideig. Értem, de összességében is. Jó, de azt mondtad, utána megint le fog esni. Összességében a második világháborútól kezdve tudunk egy vonalat húzni, ami mindig csak így van, fölfelé. Így van. És az mindig fölfelé is fog menni, mert egyre több pénzt nyomnak bele a piacba. Mert itt azért van még egy pár faktor, itt van az infláció, amit ki kéne számítani ebből a skálából. Pontosan, ez is. És itt vannak a fizetések, amiket ki kéne számítani. Azokért is nyomni fölfelé. Soha nem fog oda visszamenni az ár. De olyan nem az világos. Na de amikor hitelt felveszel, igazad van, hogy az infláció, amikor felveszel egy hitelt, akkor ott megegyezel egy kamatba, és úgy tűnik neked, hogy van kamat és fizeted, de a pénz értéktelenedik. Tehát ilyenként még egye fene azt a kamatot is, hosszú távon megéri. Persze az a hosszú táv relatív, most 10-15 év. Persze fontos is, hogy mikor vetted, hogy vetted. Ezt a témát beszéltem Kovácsról, az Agendától. Én mondta nekem, hogy figyelj, második világháború óta, ha aranyban, ugyanannyiba kerül a házad, most is, mint akkor is. Tehát ez sokat mond, mert a pénz az nem egy érték. Így van, így van. Azért mondtam, hogy ciklikus, mi románok Ceausescu-tól kezdve számoljuk az ingatlan piacot, nem? Addig, akkor halálától kezdve. Igen, addig mi nem tudtuk, hogy mi volt, az már nagyon kevés tulajdonos volt, mindenki az államnál volt bérbe. Tehát akkortól számoljuk, ez most ez a grafikon, ez éppen az immobiliare.ro-ról van. Ők azért innen számolják, mert itt alapult az immobiliáról, nincs más információjuk kamerámról. És azóta mérik egyfolytában, de itt kért árak vannak, és nem fizetett árak. Sajnos Romániában még nem hoztak létre egy olyan indexet,
ami a fizetett árakat számolja, mert időtől függően lehet nagyobb vagy kisebb az ajánlásár és a fizetett ár közötti különbség. Persze lenne hol, mert a közjegyzőknek van ez a kamarájuk, és nekik meg lenne ez az információ, de nem gondoltak addig, hogy csinálnak egy indexet is, amit figyelembe tud venni a vásárló, és amivel ki tudod számolni magadnak, hogy te ez most sokat kér, vagy keveset kér, vagy valahol hol van az ár ahhoz képest. Hát itt a piac szabályozza. Kérdés, kínálat és vendőt. Igen, ide csöppelsz Temesvárra, Bangladesből nem tudsz semmit. És akkor jól jön egy ilyen index, hogy egy kicsit utána tudjál számolni, hogy mi van. Amerikában ez mindenhol így működik, és nekik van egy nagyon pontos indexük ebből a szempontból. Nem ajánlott ár, hanem eladott ár. És ott minden szintiszta. Na most itt fölvázoltam egy cseppet egy hitelt, kétféle hitelt vázoltam föl, van az első házhitel, a Credit Prima Casa, ami a Romániában a legjobb eddigi hitel, a legjobb kondíciói vannak, és persze van a jelzálogos hitel, a Credit Hipotecar, az, ami mindenhol van. A különbséget közötte, amit megemlíteném, persze itt 15%-os az előleg, itt 5%-os a 25 év alá veszed, ha 25 év fölött veszed, akkor 10%-os. Itt a max összeg az 190 ezer euró. Az első házhitel, mivel az első lakáshitel, amiből, hogyha így mennek fel az árak, lehet első egyszobás lakáshitel. 57 ezer euró a régi lakások, az sajnos most bent Temesváron ezt majd nem lehet vásárolni kétszobás lakásnál. És 66.500 plusz az 5%, persze 70.000 euró lakás, erre találták ki ezt az első házhitelt. Hát a kamat különbségek, itt látjuk a fix kamatokat, amik a banktól vannak. Ezek függnek, hogyha hozzácsatolsz életbiztosítást, amit a banknak adsz oda, hogyha történik veled valami. És ebből kifolyólag kisebbek is a kamatok. Itt van 400 ezer lei alatt és 400 ezer lei fölött, több pénz, nagyobb a rizikó, nyilv a kamat. Ehhez hogy hozzájuk a mostani robort, ez a minden három hónapban, az utolsó előtti napján, a harmadik hónapban azt a robort számolják, ez a három hónapi robort. Ez most 3.23. Az első házhitelnél ott nagyon kisebb a fix alapkamat, és persze a robor. Ezzel számolunk havi részletet. Még van egy olyan dolog, amit papírokban biztos láttatok, az a DAE. A DAE az is a kamat, de az az egész hitelnek a kamatja, amiben benne van minden más költség, ami a hitelhez hozzájárul. Ez a THM? Igen. Tehát abban benne vannak a életbiztosítás, a... Az. Vannak jutalékok, ezek a komisszión, ezek oda kell figyelni a bankoknak. Vannak bankok, akik kérnek, vannak bankok, hogyha megnézzük a Transylvania banknak a hitelét, vagy annyiféle jutalék van, hogy azt sem tudod, melyiket hol számoljon. De általában, hogyha a fizetésed ahhoz a bankhoz megy, akitől hitelt veszel, akkor kiszednek egy pár jutalékot. De ezt a 900 lejes megállapodási jutalékot, ezt általában a jelzálogos hitelnél majdnem minden banknál be kell fizetni. Ez az első házhitelnél nulla. És akkor persze lakást fölértékelik, küldik az értékelőt, te fizeted, de a bank adja. Ha nem számol jól, mert nem érti a dolgát, kérhetsz másikat, de ugyancsak a bank küldi. Közjegyző díjak, ezt most egy 70 ezer eurós lakásra számoltam ki, ez itten satszolva kb. 6 ezerre. Jelzálog berjegyzés, törlés a cseféjbe, ez 131 lej az egész. Lakásbiztosítás, itt a minimális traktom be, ez a 20 eurós, de itt ajánlom a 100 eurós, mondjuk egy olyan 70 ezer eurós lakásra kb. 80 euró körül van, valami ilyesmi.
Az én otthoni házam 120 ezer euróra van bent, és 100 eurót fizetek évente. Itt az életbiztosítás is, ez ilyen 500 le kb. Per év, és ezt, hogyha elhúzunk 30 évre, akkor egy elég nagy összeget gyűjtünk össze. Szóval itt a mellékköltség kb. 30 év alatt ennyi, és ez a mellékköltség, erre is nagyon kell figyeljünk. Itt a minimum jövedelmet majd át kell alakítsuk, 1900-ra. A jelzálogos hiteltől a lakásodat eladhatod akármikor, az első ház azt 5 évig nem lehet eladni. Hogy, ha jelzálogos hitelt, akkor eladhatod? Persze. Akármikor, holnap. Vetted, nagyon olcsón vetted, vettél rá hitelt, jön a kliens, 20%, visszavitted nekik, megcsináltad a 10-valahány százalékot. Ezért jó, hogyha aktív befektetést akarsz, akkor jó a másoknak a pénzével csinálni. Ha bár kevesebbet nyersz, de nem a te pénzedet rizikózod. Egy kis hitelszámolást, az egész hitelszámolást itt azért csináltam, hogy lássuk, hogy mit jelent az a robor növekedése. És itt megmutattam a robor 3.23 most, itt fölvittem 5%-ra. Ez egy majdnem 2%-os növekedés, ami megtörtént most. Tehát amióta drágnét variál a pénzekkel, meg a valutárfolyammal, az 2%-ot nőtt a robor. Nézzük, mi történik. Itt 124 ezer eurót adunk vissza a banknak, itt 154 ezer eurót adunk vissza a banknak, csak az a 2%-os növekedés miatt. 2%-os? Tehát nem 2%, éppen 1,70 annyi. És ezt Drenner csak kicsből, tehát ezen sokat ő nem is gondolkozott. A havi részletünket így fizetjük vissza, a havi részletnek van két összetevője, a kamat és a hitel alap. Ez tulajdonképpen a kölcsönvett pénz, ez az összeg, itt adjuk vissza. A kamat az meg csak a banknak a nyeresége. A kredit elején több kamatot fizetünk és kevesebb hitelt, és ahogy a 30 év végére már csak hitelalapot fizetünk, kamat már nincs is. Na most, hogyha befektetésre vásároljuk a lakást, akkor nekünk van egy olyan mondásuk, hogy kb. Idáig érdemes lotton nyerni és visszafizetni a lakást. Innen, hogyha már túl vagy a felénél, akkor inkább véghez viszed. Tehát végig viszed egészen a végéig. Hogy kb. Egy harmadáig a hitelnek érdemes visszaadni nekik az egész pénzt. Hogy vannak ezek a hitelek általában Romániában, hogy ilyen extratőles részeket tudsz csinálni bármikor? Van jutalék érte. Vannak bankok, amik kérnek érte jutalékot, tehát hogyha visszaadod nekik az egész pénzt, akkor még rácsapnak egy kis százalékot, hogy nem vitted végig, nem nyerték az egész kamatjukat meg, akkor még fizetsz egy jutalékot rá. De vannak bankok, akik nem kérnek érte. Maximalizálom 1%-ban, mintha... Igen, tehát még mindig jobban jársz előletől. Mindenféleképpen jobban jársz, hogyha egy harmadáig vissza tudod fizetni. Nyersz a lottón persze, az kell játszani is. Itt van a robor, és itt felábrázoltam 2008-tól egészen mostanáig, hogy lássuk, hogy tulajdonképpen mit lehet a robor. Itt van egy maximális robor, ami fölment 50-re. Most én nem számoltam ki, hogy mit jelentett az az embereknek, hogy 50-es robor legyen az 5 helyett, de olyan összegekről beszélünk, hogy elszállsz. Ez a pillanat itt, ez amikor krízis volt, és nem volt készpénz, a bankok nem tudtak egymásnak adni készpénzt, és ennyire nagy lett a kamatjuk egymás között. Mert senkinek nem volt készpénze. A nagy bankok azok a készpénz hiány miatt kivitték a román megfelelőjüktől a pénzt. Tehát az Erste-nek volt... Nem ilyenkor szoktak a piacra. Ez mind közbelépés, mind pénzprintelés. Tehát itt ennyit vesztett az értékét a pénz. Igen? Addig nyomták, amíg belement. És ez világszerte. És azóta, mióta lenyomták, itt nem állt meg a printelés, itt elég mindig printelni. Még most is szerintem.
Itt egy kicsi stabilitás volt, itt nagyon olcsó volt a pénz, tehát itt már voltak olyan országok, ahol negatív volt, igen, tehát egyszerűen nem volt már érdemes, hogy náluk tartsod a pénzedet, mert nem kaptál kamatot. Tehát erre a szóval mindig negatív kamat. Hát most már mondjuk 1%, 2%, de volt, amikor ennyi sem volt, szóval... És amikor ilyen olcsó a pénz, például hát nálunk már, látod itt, már most 5%, 5,7%-os a kamat egy kreditre, de például Németországban még mindig tudsz 2%-os kamatot fejlődni. Nem, 1,5%-os kamatot. És akkor jönnek a németek, fölvezel egy csomó pénzt Németországban, elősz Romániában, veszel egy ingatlant, ami... Mert először is nem kapsz, másodszor meg euróba van, tehát ez nem mindegy. Nem kapsz lakásra, tehát befektetésre kapsz. Nekem vannak klienseim, akik ezt csinálják. Kapják a pénzt külföldről, elhozzák Romániában, vesznek egy ingatlant, ami bérelhető, általában üzlethelyiség, ilyesmiket, rá csinálnak egy hozamot, 7%-os, 8%-os hozamot, és ott van másnak a pénzért, nyernek 6%-ot, anélkül, hogy csinálnak valamit. OP. A röpítóz van. Ja. Ide jelöltem az árakat is, a lakás árakat négyzetméterre, hogy látszódjon, hogy hol és miért nőnek. Általánosan a csökkenés az látszik. Itt van 900 euró, és innen kezdett nőni a robor is, kezdett nőni az ár is. Itt, hogyha lenne kérdésetek, vagy? A házárakat hogy számolják általában? Főleg például Temesváron. Most a kert van, egy nagy kertet, vagy hogy számolják? Nem, a kertet nem számolják. A házáraknál valahogy úgy van, hogy az épített terület, igen, tehát az nem az util, a construit. Az épített terület 1000 euró kb. Ez falun, ahol a legtöbb ház van, tehát Újszentes, Mosnica, kb. Itt vannak az árak most. Mi, hogyha föl kell mérünk egy házat, és satszolva azt úgy csináljuk, hogy veszük a területnek az árát, levisszük 20%-kal, és hozzáadjuk az építkezési árát az épületnek, és így kb. Kijön a piaci értéke. Mert hogyha veszed a terület árát, meg az építkezési árát, és azt összerakod, az több, mint a piaci érték, azt nem lehet úgy eladni. Tehát mi így számoljuk, hogy a területnek az árát levisszük 20%-kal, és hozzáadjuk az építkezési árát. Tudnál mondani egy példát? Hogyha egy 100 négyzetméteres lakás itt a belvárosban látom 120 ezer euró, mondjuk, akkor egy olyan ház, aminek 100 négyzetméterre van, de van egy 500 négyzetméteres kertje, vagy egy 500 négyzetméteres telken épült, akkor milyen értékű, mennyi? 120 ezer euró, de az már itt van falu. Nem, itt benne a belvárosban, teljesen. Bent a belvárosban, mivel a teleknek az ára az nagyon nagy, tehát mondjuk mondjál egy helyet, ahol hasonlítson, mert ez József, ahol a földvári család lakik. Nem, ahol a földvári családnak egy része lakik, mert én vagyok központi fiú, már kiköltöztem a város szélére. Igen, ott nagyon relatív, nincs telek eladó, tehát hogyha ott kéne telket eladni, akkor most mondok egy példát, van az Enyászon egy telkem eladó, 700 négyzetméter, 180 ezer euró üres terek. Uh-huh. Igen, tehát nagyon nagy az ár. Általában az utolsó terek... ház, azt még hozzá? Igen, tehát hogyha te telket veszel és építesz rá magadnak házat, akkor... Már 280 ezer lesz. Igen. Itt még megemlíteném azt, hogy... Kérem? De ha eladnád ezt a bizniszt, ezt az épületet, amit felhúzol a 180 ezer eurós telekre, megkapod érte a 280 ezer eurót? Nem, ezért osztják. Valami nincsen összefüggésben. Nem, ezért az építkezők mindig osztják a területet. Tehát, hogyha vesznek egy 700-as területet, ott egy építkező sosem fog egy egyedüli házat csinálni. Mindig három házat, vagy kettőt, vagy elvariálja valahol, hogy leossza azt a területet kisebb részekre. Hogy a területnek az ára az egyre kevesebbet húzzon a lakás vételi árban. Egyébként egy város beavatkozó, hogy ne engedje azt, hogy bármi mester... Nem is engedi. Meg van határozva. Újszentesen például a 600-as a minimális terület, amit le tudsz osztani,
és arra tudsz csinálni egy két lakásos házat, tehát egy duplexet, ami 300-300. Gyirokon ez 550 a minimális felosztás, úgy értem felosztás, hogy külön telket csinálsz, igen, tehát külön cséfélű telket csinálsz. Az 550, most utcán is kb. Ugyanott vagyunk. Bentemesváron a minimális leosztás az 150 négyzetméter 8-as fonttal. Ez a minimális leosztás. 8-as utcafront kell legyen? Igen, 8 a minimális utcafront. 12 a minimális utcafront, hogyha hadsz a szomszédok fele helyet. Igen, de hogyha háztól házig építkezel, amiben bele kell egyezni a két szomszéd is persze, és kell közjegyzői beleegyezés tőlük, akkor a minimális utcafront az a 8. Ez, mondjuk ez Temesváron ment, ez meg is előttem sok a nép és nagy a népsűrűség, tehát ez itt szükséges mondjuk. De kint falon, ahol csak házak vannak, ott kell az a 600 négyzet. Sőt, én följebb emelném azt 700 felé, és még így is kicsit egymáson vannak. Igen, mondjuk az Újszentesen ott más probléma van, ott az első puzok, amiket csináltak, nem volt a városházán semmiféle törvény, és akkor lettek azok a 6 méteres utcák járda nélkül, mert nem a fejlesztő a hibás, mert a fejlesztő az profitot csinál. Ő minél több telket akart eladni, minél több négyzetmétert, és minél kevesebbet adjon az utcának, igen? De hogyha a városházán van egy törvény erre, hogy neked 12 méteres kell legyen egy utcád, és legyen jobb oldalon is és bal oldalon is járda, ahol járjál, mert még így sem tudsz járni, mert hogy ott van két bokor, már nem jár senki, mindenki az utcán jár. De mondjuk Újszentesen, bent a régi faluban, igen, van a 40 méteres utca. Na, olyasmit egy befektető nem csinál, az nem létezik most, azt felejtsük el. Tehát, hogyha ilyen utcákon akarunk lakni, akkor csak a régi részén a városnak kell vásárolni. Akkor most itt belemegyünk, belebonyolódunk egy picit egy példaszámításba is. Amit 75 ezer eurós lakásra számolunk, ezt a körutcabubány.ron találhatjuk meg ezt a példaszámítást. Elvez előre 11.250 euró, a hitel 63.000 euró. Felszámolták a bútorozást, a pénzező 800 euró, működött ők ez a fondement, 25 euró, lakásadó 30 euró, kamat 5,5, hitelidőtartalom 30 év, havi részlet 362 euró, évi részlet 4344 euró, összköltség 4399, ehhez képest a havi bérleti díj legyen 400 euró a lakásra, és az évi bérleti díj összesen 4800 euró. Na most itt a kettőnek a hasonlótát, összehasonlítsuk a kettőt, a hitelfölvevés és a bérleti díj. 30 éves hitelre, aki vásárol, az egy 401 eurós nyereségre teszel a bérlőhöz képest. A lakbérnövekedést, amit figyelembe veszünk itt 2% per év, és akkor az első évben a tulajdonos elkölt 18 ezer eurót, mert föl kell venni a hitelt és le kell rakni a pénzt rá, igen, de megmarad a 401 eurós különbsége, amit befektet a tőzsdén 6,8-as hozammal. Ez a 6,8-as hozam az átlag hozam a tőzsdén a Standard & Poor 500-as index szerint, amiben az első 500 cég Amerikából számít. A bérlő ezzel szemben neki megmarad a 18 ezer eurója, és ezt is a tőzsdén befekteti 6,8 hozammal. Az alappérleti számolása véget havonta egyformán fizetünk úgy kamatot, mint hitelalapot. Az lineáris, ez így van kiszámolva, utána belerakjuk a változót a grafikonokba. Most itt az alappélda számolása, ezt kell figyelni, és ezt. Itt tulajdonképpen azt ábrázolja, hogy mennyi pénzzel maradsz év végén. Igen, a bankban. Annyi pénzed marad a bankban.
Amit látjuk, ez a bérlő, ez a tulajdonos, valahol a 16. év után érdemes, hogy tulajdonos legyél. Ha csak 10 évig lakszott, akkor inkább bérled. Na most itt mondom megint, hogy azért számít, hogy mennyi időre akarsz abban a lakásban lakni. Ez a legfontosabb kérdés, amikor hitelt vagy esetleg bérleti díjat számolsz. A bérlőgörbe az negatív lesz, az azt jelenti, hogy itt már nem elég az a 18 000 euró, amit befektetsz, hanem még kell egy kis pénzt hozzá otthonról is. Igen, itt látjuk, hogy a 16. évben ez kisebb, mint ez, de ez már nagyobb, mint ez. Igen, tehát itt van a kereszteződés. Amit nincs figyelembe véve, az az, hogy mennyire nőtt a vagyona. Tehát, hogy mennyi van a kontódon, az egy dolog. De az, hogy te azzal, hogy visszafizettél a banknak, törlesztettél egy ingatlanba, neked a vagyonod nő. Igen, az is benne van, menjünk tovább. Még két szlájddal arrébb azt is benne. Jó, csak így. Igen, most már úgy magyarázom. Na most az első dolog, amit berakunk, mint változó ebbe a számolásba, a lakására. Itt számoltunk egy árnövekedéssel, egy 2%-os árnövekedéssel az infláció fölül. Igen, tehát mondtam 4-6%, de az inflációval együtt. Ez kb. 2% az infláció fölül. Ezt így... Ups! Azt hittem, hogy megint valaki vágja. Ezt ide beraktam. Az árnövekedés az csak a tulajdonost érinti, a bérlőt úgy érinti, hogy az évvégi különbségnél nő vagy csökken. Látszik, hogy itt a 9 évre csökken az időtartam, ami felett érdemes tulajdonos lenni. Addig érdemes bérlőnek. Továbbá itt a hitelalap visszafizetés időbeli növése, ezt amit te mondtál az előbb, igen, mert te fizetsz vissza a hitelalapból, minden hónapban az nő, igen, ezt itt rakják bele a grafikonba. Ha ezt is beleszámoljuk, akkor még jobban lecsökken 7 évre az időpont, amikor jövedelmező tulajdonosnak lenni, amikortól jövedelmező tulajdonos lenni. A következő, amit berakunk, ezt nem kiszedjük az előzőt és berakjuk a következőt, hanem ezt egymásra építjük, igen? Itt a robor növekedése évi 2%-kal, feltétlenül, hogyha lineárisan növekedik és minden évben növekedik 2%-kal, akkor radikálisan megváltozik a helyzet. Fölmegy 10 évre az az időpont, amikor jövedelmező tulajdonosnak lenni, de teljesen megváltozik a bérlőgörbe. Már nem érünk negatív környezetbe, már nem kell otthonról pénzt hozzunk. És az utolsó dolog, amit az utolsó változót, amit beraktunk a számolásba, itt a hitelnek az időtartam csökkenése. Hát az előző, az alapszámolás az 30 éves hitelre volt. Itt már látunk 25, 20 és 15 évre. A 25 év az 13 év után lesz az az időpont, amikor érdemes tulajdonosnak lenni. Itt a 20 évnél, itt már 20 évnél be is fejeztük a hitelfizetést, és egy évre rá érdemes, hogy tulajdonosnak legyünk. A 15 évnél pedig itt befejezzük a hitelfizetést, és még 4 évre rá van az az időpont, amikortól érdemes tulajdonosnak lenni. Persze ez azért van, mert általában, hogyha összesűrítjük a hitelt, akkor megnő nagyon a havi részlet. Igen, ez már az én szlájd. Ez már, te itt már átadom neked. Igen, de aztán így váltok, váltok egymást egy kicsit. Végeztem még egy ilyen próbaszámít, hogy mit tették akkor, hogyha megvan, tehát megvan az a
az az összeg, amivel meg tudjuk venni a lakást, és hallottuk, hogy a lakosság fele kb. Cashben fizet. Na most a paraméterek úgy néznek ki, hogy persze vegyük azt, hogy bérelünk, tehát nem veszünk meg a lakást, hanem bérelünk, és azt a pénzt inkább befektetjük azon a 6,8%-kal, kifizetjük persze azt a lakvért, ami évente 2%-kal nő. Mondjuk azt, hogy a lakás ára is 2%-kal nő, viszont ezt sokan kihagyják. Fel is kell újítani ezt a lakást egy idő után. És itt azért utána olvastam, eléggé nincsenek adatok, tehát nagyon nehéz adatokat szerezni, nagyon nehéz egy ilyen empirikus elemzést végezni, de ilyen másfél és 3% között mondják, hogy annyit kell költsük évente, tehát a lakás árának a másfél 3%-át költsük arra, hogy elromjuk egy kazán, hogy a tetőt meg kell csinálni, hogy az épületet felújítsuk, izoláljuk, stb. Szóval végülis nem nő a lakás ára, mondjuk úgy. 30 év múlva kontónkon 70 000 euró lesz. Úgy, hogy közben béreltünk. Igen. És hogyha 7%-os hozammal számolunk, akkor 80 000, és akkor így nőnek. Tehát ezért van az, hogy aki érti a tőzsdét, és aki érti meg tudja forgatni a pénzt, mindegy, hogy, akkor az komolyan el kell gondolkozzon ezen a verzión is, hogy érdemes-e lenni, vagy inkább megforgatni ezt a pénzt. Igen, ez a test slide-ot. Elmondom én, oké. Igen, tehát 30 éves hitelnél nagyobb, mint a havi részlet, de ha csökken a hitelidőt adtam, akkor az arány megváltozik. Beszéltünk már a robornak a hatásáról, tehát azt azért figyelni kell, de igazából nincs rá kontroll. Tehát itt csak annyit kell tudjunk, hogy ezek komolyan változhatnak. Tehát amikor egy robor alakú, tehát ilyen változó, kamatlábú hitelt veszünk föl, akkor ezzel a rizikóval számolni kell. És ez azért nekem személy szerint egy eléggé nagy rizikó. Tehát akkor inkább valutából veszek föl, mondjuk ez az én véleményem, de mondjuk én úgyis kell. Is van Euribor. Igen, de akkor... Nem, talán nem, bár az Euribor is van. Igen, de ott már lefekszállod az egészet 10-20 évre. De nem menjünk ebbe bele. Árnövekedés persze, a lakbérnövekedés is magába hozzá, ezek igazából együtt mozognak általában, legalábbis egy normális piacban együtt mozognak. Hát a tulajdonos az mindig az összes költségét azt a bérlőnek a nyakába fogja varni, ezt ebben biztos lehetek. Tehát hogyha veszített egy ingatlanossal 160 eurót, azt a következő bérlőnek a nyakába fogja varni 100%-osan. És érdemes megérteni a befektetés részét is ennek az egész dolognak. Szerintem nem elég az, hogy megérteni, hogy működik egy lakás, és akartam kiadni, vagy megvenni azt a házat. Értsük meg és tanuljuk meg, hogy milyen alternatívák vannak a befektetés részen. Na most van egy német közgazdász, akit úgy hívtak, hogy Gerd Kommer, nem tudom, Péter, hallottál-e róla. Most ez a Gerd Kommer azt csinálta, hogy szép és jó, hogy mi elkezdünk a variánsokkal játszani, hogy most mi lesz, hogyha a robor így változik, vagy hogyha az árak így is úgy növekednek, de mit mond a múlt? Tehát vannak adatok, bizonyos országokból, nem minden országokban vannak egyáltalán adatok, ahol nem gyűjtötték őket, így mint Romániában, fedezd el, mert meg kommunizmus, meg stb. De talált adatokat Amerikából, Norvégiából és Németországból, az utóbbitől is ilyen 40-50%-ig. Háborútól gondolom, nem? Nem, hát pontosan, de ezekből az országokból talált adatokat, és egyszerűen fogott egy példát, és azt mondta, hogy megnézzük egy 100 000 eurós ingatlan, mai állam 100 000
még 8000 euró költségeket, 30%-os, vagy 30000 eurós önrészsel veszük meg. Na most két verzió van, az egyik az az, hogy bérlek, a másik meg az, hogy 30000 euró önrészt. Megvan az önrészem, 30000 euró, kezdjük ott, és van két lehetőségem, vagy fogom azt a 30000 eurót is befektetem, vagy lefizetem az önrészt egy lakásnak, és megnézem, hogy megnéztem, hogy különböző országokban, mondjuk ez csak a német példa, különböző országokban hogyan alakultak bizonyos idő, teljesen különböző idő, időszakok, tehát szakaszokban. Itt 46 év, 41 év, 21 év, tehát különböző eseteket vizsgált meg. Na most azt a 30000 eurót úgy fektette be, és ezt nagyon egyszerűen lehet vizsgálni, mert ismerjük a tőzsdéjelöket a múltba, a jövőben nem tudunk nézni, de visszafele tudunk nézni. Az 50%-et a 30000 eurónak európai állampapírokba és európai index alapokba tette. Európai index, ezek velük úgy, hogy mondjuk 1000, mondok egy számot, nem tudom pontosan, az 1000 legnagyobb európai cégeket vette, arra van egy index, azt úgy hívják, hogy Eurostox 5000, vagy valami ilyesmi, és aznak meg lehet vizsgálni, hogy az utóbbi x évben mennyiben nőtt vagy csökkent. Jó, az indexre azt kell tudni, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Nem kell. Tehát az nem kell a tőzsdét nyomon követni, ami a PANSZ történik. Így van, hát nincs rá semmilyen ráhatásuk persze, és a lényeg az, hogy diversifikált. Ezek ha tőzsde befektetésről beszélünk, ezek a legunalmasabb és a legbiztonságosabb, legdiversifikáltabb befektetések. Tehát itt cégeknek a tulajdonképpen vagy állampapírokba fektet, tehát hogyha csak akkor veszted el a pénzet, hogyha azok az állam csődbe mennek, a másik verzióban meg több ezer cégnek a tulajdonosa vagy, hogyha megjegyzem az egyik cég csődbe, mennyit kicserélik, és más tesznek rá az egyetben. Csődbe mész, akkor már nem vagy benne az első 500 vagy 1000. Így van. Így van. Tehát a legjobb cégek és a legerősebb cégek vannak ott. Így van. Tehát nem is kell csődbe menni, hogyha problémázol, csak egy picit, akkor kivágnak. Ja, de most, ha Romániát veszem alapul, akkor az állampapírokra két éves lekötése 4%. Így van. Lejjebb. Romániában az infláció 4,5% volt, akkor igazából az állampapírokban, ha most lekötöm a pénzem és marad ez az inflációs ráta, akkor nem nyerek rajta semmit. Nem, még hozzunk a valószínű, hogy kevesebbet ér az én most befektetett pénzem. Ezért az államnak pénzt kölcsönadni. Én ezzel tisztában vagyok, most arról beszélgetünk, ami itt van, hogy akkor most érdemes állampapírba fektetni, vagy... Tehát érted, most befektetsz, és fölbeszélünk, ez nem befektetés. Ez mondjuk egy másik beszélgetés, de a lényeg az, hogy ha nem fektetett be azt a lejtsehova, akkor tuti vesztettél 5%-ot. Tehát, hogyha... Igen, de most az ingatlanokhoz viszonyítom, mert ez az óra meg arról szól, hogy akkor miért ne fektessem be, miért tegyem inkább állampapírba, úgy meg ha befektetem akár a sajátomba, akkor nyugodtan vagyok. Tehát, hogy... Nagyon is különbség, hogy az állampapírokba és a tőzsdén általában befektethetsz 1000 eurót, 5000 eurót, 10000 eurót, az ingatlanokban nem. Tehát az ingatlan az első befektetés pillanat, az ott van az 50000 eurónál, nem most oda el kell érni. Addig azt nem veheted figyelembe az ingatlan befektetést. Az rég volt, amikor 1500 euró volt egy lakás. Nagyon rég. Na most a kérdés az, hogy ha vesz egy ingatlan és abba fektetek bele, az többet nő, mint az infláció? Az sem biztos, hogy többet nő, mint az infláció. Ez egy bonyolultabb kérdés. De ez most konkrét az állampapír. Tehát ezt tudjuk, hogy mennyit ad, és tudjuk, hogy mennyi az infláció. Tehát ez most így nagyon reális. Az, hogy a most befektetett pénzem egy ingatlanba, az lehet, hogy több 4%-ot nő jövőre. Érted? Tehát, hogy ahhoz próbálunk... Ez lehet, hogy kevesebb lesz jövőre. Hát a jövőt nem tudjuk, viszont itt ez az elemzés, ez a múltra tekint vissza. Tehát, és különböző eseteket. Tehát amit érdemes figyelni, hogy ki, tehát itt azt, én nem fordítottam a táblázatot, hogy ki nyer.
Tehát az, aki, ez az az eset, hogy megveszem a lakásomat és beleérek, és ez az az eset, amikor bérlek és befektetem az önrészt a tőzsdében. És itt látom, hogy milyen, tehát csak hogy értsük meg, mi a kiszámított éves hozamon, mennyi volt az infláció, és mennyi a befektetett az önrészemnek a hozama. Legyőző, ha ezt a kettőt összeadjuk, akkor ezt a kettőt. Most a lényeg az, hogy minden esetben a bérlő nyert. Az itt ebben az egész az érdekes. Tehát, és a Norvégiában és Amerikában ugyanez volt. Tehát kiszámított egy csomó esetet, persze nem tudom én megvizsgálni, hogy most mennyire jó, de mondjuk bízunk, tehát meg lehet bízni benne, vagy nem. De a lényeg az, hogy nem nyert sokkal a bérlő általában. Mi az a piros nyíl? Tehát onnan... Hát ott még mínuszos volt. Nem, miért van fenn az a piros nyíl? Nem tudom, összeszólva. Okay. Nem tudom, miért jelölte meg. De az biztos, hogy a múltra visszatekintve egyáltalán nem olyan egyértelmű a kérdés, hogy a saját házamat megvenni. Vitatható, és nekem nincs egy fix véleményem, hogy mi a dolog. Ezek nagyon nehéz dolgok, a statisztikák. Például ez a biztót, az a 15, pont az elmúlt 4 évben rettentően felmentek Németországba az ingatlanárak. Azért olyan relatív. No, de várjál, ott más dolgok is történnek. Más? Hát igen, az infláció is egy kicsit de el is kitérek, várjál. De itt hozzácsatolnám nagybácsinak a lakását, aki vett egy 3 szobás lakást 140 ezer euróért, mikor is vette a saját lakását. Hát jóval ezelőtt, és 2000-ben. Most vett a lányának ugyanabban az épületben egy 2 szobás lakás 220 ezer. Egy szobában kevés, és... És majdnem duplája. Majdnem duplája. Így van. Még el fogom beszélgetni. Na most ugyancsak itt említem meg, hogy miért van ez a különbség. Az egyik oka az, hogy ő figyelembe vette azt is, hogy mennyit költöttünk, vagy költhettünk a múltban az ingatlannak a felújítására, amit az emberek nem nagyon tehát elfelejtenek, mert bérlő nincs, nem igazából sok költséged, és nagyon minden van. És a másik, amiről nem beszélnek az emberek, hogy a befektetés kamatos kamattal nő. És ez hosszú távon brutális változásokat tud hozni. A bér viszont, amit kifizetsz, nem. Az lineárisan szépen nő. Igen, itt el lehet olvasni, hogy Gerd Kammert, hogyha többet akartok tudni, különben mások dolgokról is írt. Most nem menjünk nagyon sokan benne abból, hogy mi befektető az önrész, csak így átfutok rajta. Az 6,8% az az S&P 500-asnak az átlag növekedése volt, sőt, ez aztán nagyon minimális növekedés, amit itt beszélünk. Vannak azért más indexek is, más régiók is. Ez egy fontos index, de van a World, van a Dow Jones, stb. Ott igazából 6,8 és 12% közötti növekedésről beszélünk. Múltra visszatekintve persze semmi garancia nincs arra, hogy a jövőben is ez lesz. Az ETF-et jelezzétek meg, sokszor el fogom mondani így a képzéseken, ez az Exchange Traded Funds, ezek az ETF és az index végül is az ugyanaz, az ETF-en keresztül tudunk egy ilyen indexet követni, tehát hogyha akarunk befektetni, akarunk valami, ami úgy nő, mint az amerikai gazdaság, vagy mint az európai teljes gazdaság, akkor nyitunk egy kontót valahol, és ETF-eket veszünk. Olyan, mint hogyha részvényeket vennénk egy cégnél, csak hogy nem egy céget veszünk, hanem több tízezre. Az MSCI World az a fejlett világ, Amerika, Kanada, Európa. Nagyjából az MSCI Emerging Markets az index, amelyik a fejlődő világot, az Ázsiát, stb. Követi. És hát mind a kettőbe, akár 5 euróba is be lehet szállni, aki
ebbe akar befektetni. Az államkötvények titkod, aztán pedig, ahogy mondtuk, és az most 3,5 és 5% között ad lejbe. Ne felejtsük, nem mindegy, hogy román lejbe vagy euróba fektetünk be. A különbség az évi 2% az utóbbi évekre visszanézve. Hogyha mondjuk a lejt fektetünk bele és mondjuk 4%-ot ad, akkor az kb. Ugyanannyit jelentett, mint hogyha az eurót 2%-ra fektettük volna be. Tehát ezért tudni kell, nem mindegy, hogy lejt fektetsz be vagy meg euró. Jó. Itt az én tanácsom, hogy szóval akkor a tanácsokat, amiket ez személyes tanács, nem kell törvény szerint venni őket. Én így látom a dolgokat. Karrier elején bérbére él, még stabilizálódik a helyzetet, még tudod, hogy mi az ideális ház, és így tovább. Hát, ha 10 év alatt okos befektetés, nem, ahogy Zsolt mondja, összegyűl a lakásra való pénz, hitel nélkül, és akkor meg tudod venni. Ha mégis hitelt kell vegyél, és lakást vásároljál belőle, akkor az áldöbben közepén vásároljál. Ezt, amit mondtam, ezt lehet satszolni, azt nem tudjuk satszolni, hogy mikor jön az esés. A lakásvásárlásnak van kettő alap, az egyik a matematika, amit itt a hitelszámolás, meg ezek a számok alapja. A másik a pszichai kényelem és a választási kritériumok alapja. Fontol meg nagyon mind a kettőt, sőt, amikor lakást választasz, írjál le 5 kritériumot, amitől nem tárgítasz. Tehát azok a te kritériumaid, az a lakás, amit megveszel, az ezt az 5-öt, ezt ki kell bírja. Ha sikerül, életedben csak aktív befektetésre vegyél föl hitelt, passzívra soha. Évente számolj a jövedelemmel és a költekezés arányával. Ha lejben van fizetésed, akkor lejbe vegyél hitelt. Ha euróban fizetnek, akkor vegyél euróban hitelt. Ne költs feleslegesen, inkább rakd a pénzt egy kontba, és onnan befekteted. Ha meg ingatlanra van szükséged, akkor csak a landnákhoz érjük. Jó? Meg tudsz egyezni a feleséggel, hogy mi a tiéd, mi az enyém, és mi a közös. Ez legalább, ez a dolog, ez nagyon jó, főleg ingatlanfejlesztőknek, mert nagyon kihasználják, mert van egy olyan dolog, hogy ha ingatlanfejlesztő vagy, és több eladásod van egy évben a második eladástól, és 65 ezer euró fölül, az 300 ezer LKB, TVA-t kell fizessél, és át kell térjél a TVA-s személyre. Igen, mint a cégeknél, persze 30 ezer lejjebb fölül TVA-s cég lettél. És akkor a fejlesztők azok mind ez alatt akarnak lenni, azt jelenti, hogy egy épületet adjon el egy személy egy évben. És akkor jó az, hogyha a feleségeddel így van egy ilyen szerződésetek, hogy ez a ház most csak az enyém, az a ház most csak az én, csinálok egy duplexet, és akkor mind a kettőt el tudod négy évben. Nem kell várni el a következő, a másik lakásra jövő évben. És ezt így variálják, Újszentesen van olyan építkezőm, ami és az összes többi, az első szomszéd, második szomszéd, harmadik szomszéd, és az egész utcának ő azoknak a nevére építi, mert így nem lesz TVA-s, mert hogyha egy ingatlanra rácsapod a TVA-t, az 12%, 20%-kal megnőtt az ára. 12%? 19, bocsánat. 20%-kal megnőtt az ára. De az ingatlanat nem, az 5% az csak újra van, csak új fejlesztésekre van az 5%, és bizonyos kondíciók fűződnek hozzá. Tehát maximum 100 ezer eurós ingatlan, igen, 100 ezer eurós plusz az 5%, tehát ezek kondíciók nem lehet nélküle.
És akkor másképp 19%, 19% ingatlanban az hatalmas árnövekedés, azt nem fizeti ki senki. Ez az érdekes, hogy a bérlés és a vétel igazából mindegy kéne legyen hozam szempontjából, mert a piac így dolgozik, így kellene dolgoznom. Ha csak nem lennénk, nem hoznánk irreleváns, vagyis nem átgondolt döntéseket, vagy pszichológiailag befolyásolt döntéseket. Mert az, hogy veszek egy házat, és nem érdekel, hogy mennyibe kerül, megvan a pénzem, megveszem, mert tetszik, és nem számítom ki, hogy tényleg drága vagy nem drága, ezért van egy különbség a vétel és a bérlés között igazándiból. Meg hát annyi olyan házat veszünk, amennyi pénzünk van, és amennyi hitelt fel tudunk venni. Ezt nagyon sokan ezt csinálják, és ez... Hát itt még hozzáfűzünk valamit, sajnos nagyon sokan vannak, akik mennek a céghez, ahol dolgoznak, azt mondják a tulajdonosnak, hogy figyelj, nyomd fel a fizetésemet 6 hónapra, mert egy akkora hitelt akarok venni, és fizetem a különbséget, és akkor fölnyomja neki, és megvesz ezt a nagy hitelt és ezt a nagy házat, és amikor kell fizetni, akkor ott a probléma. Ezt nagyon sokan csinálják ki, sajnos. Ajánlom figyelmetekbe, és mindenkinek azt tanácsom, hogy mindig számítsátok, hogy ingatlan nézetek a bruttó hozamot. Nem is tudom, hogy milyen ennek a magyar neve. Ez a return on investment. Tehát egyszerűen az éves lakbért elosztjuk a vételára. Ez olyan, mintha oké, megvan az a 76 ezer eurom az ingatlanra. Hogyha kiadnám a lakást, az éves bérem 4800, akkor mennyi kamatot nyertem mondjuk úgy, mennyi hozamunk volt azon az ingatlanon. Ebben az esetben a mi példánk, amiben mi kiszámoltunk, az 6,31. Na most ez kinek jó? Ez annak jó, ez a 6,31, aki befektet a lakásba. Aki az a lakás, és kiadja bérbe, annak nagyon jó, mert 6,31% hozam, az így jó. Na most vegyünk egy másik példát, a német piacon, tehát Stuttgartban voltam, nézem az ingatlan árakat, egy 100 méteres lakás, tényleg szépen, nem újról beszélünk, 600 ezer euróba kerül. Tehát ilyen 6000 eurós négyzetméter árak vannak, és az már így legalja, tehát nem megy föl 7-8 ezer simán. Sőt, központi 12 ezer. Igen, viszont a bérek, a házbér az eléggé limitálva van. Tehát a törvény is eléggé limitálja, az állam beleavatkozik a lakbér árakba. És az azt jelenti, hogy 3% ez a hozam. És nem jó Németországban tulajdonosnak lenni. Azért jönnek ide, nem? És mit ad, hogy elkezdik az állatot hívni? Németországban megvenni egy lakást, hogy kiad bérbe, hát nem nagyon jön össze a számítás. És még meg is kell adózni a bért. Hát megáll. Mondjuk mindenhol. Mindenhol. Azt nem számoltátok bele különben. Azt itt is. Jó, de ez csak egy ilyen bruttó, ez csak egy ilyen irányszámítás. Ez nem azt jelenti, hogy most ez alapján ez nagyon sok benne. Csak így hasonlítod össze a különböző lakásokat. Meg a különböző piacokat. Oké? A vétel további, talán nem annyira ismert előnyeiről beszélnénk. Sokszor az van, hogy család segít, tehát kamatmentes sem kaphatsz pénzt, mondjuk nagybácsitól, nagyomtól, aputól. Ez azért komoly előnye, hogyha házat, lakást veszel. És hogyha nem vagy olyan nagyon jó spórló, akkor ez az, hogy vettél a lakást, hogy fizetett vissza a banknak, a bank azért egy kicsit nyomást gyakorolt rád, és azért ez oda vezet, hogy van egy ilyen pozitív hatásunk rá, hogy kényszerít arra, hogy spóroljunk, és ez nagyon sok embernek ezért érdemes lakást venni, mert különben elszólná a pénzt. De a bank ott tanul, illetve sokszor a család segít, segít a bank is, mert hogyha nincsen előrebe pénz, akkor adnak kreditet előrebe is. Ez
Nagyon csinálják. Igen, ezt mondták. Szóval kredit, de nem olyan personális. Persze. Arra is adnak, persze, hogy adnak, hogy nem. Most arra olyan kamatok vannak, hogy lesz idő. Szóval a másik meg az, hogy aki lakásba fektet, az mégis buy and hold-ot alkalmaz. Tehát ez olyan, mint a tőzsdén, hogy megveszem az értékpapírt, akármit, és nem nézek rá 10 évig, 20 évig, ott van, nem érdekel, hogy most jött a krízis, nem érdekel, és nyugodtan kivárom. És ez mindig nagyon pozitívan tükröződik a hosszú távú befektetésekre, mert hogyha ezt mentálisan meg tudom csinálni részvényekkel, akkor nagyon jó vagy. Tehát amikor beesett 50%-ra a piac, akkor teljesen jó vagy. Viszont amikor a házba fektettél, akkor nincs mit csinálni. Akkor próbálhatnod, de nem igazán az történik, hanem ez van, kivel. Vagy nem érdekel, mert benne laksz, ez van, nem érdekel az ár. Úgyhogy ez egy ilyen buy and hold, és az azért jó. Igen, tehát aki nem annyira jó spórolásban és nem fontos a flexibilitás, akkor jó, hogyha vesz egy csomó más kritérium van. Mi a jobb, hogy így zárjuk le az estét, venni vagy bérelni mindenkinek a maga helyzetét kiadódóan döntse. Persze, ha nem fektetsz be, és nem tudsz befektetni tőzsdébe, és nincs meg az a hozam, hát akkor inkább vásárolni. De nem ez a válasz, a válasz az, hogy tanuld meg. Igen, mert igazából egyszerű mind az életben befektetés. Tehát nem... És nem is az itt a lényeg, hogy most azt mondjuk, hogy oké, most ez a jobb, vagy az a jobb, egyáltalán még benne nekem sem világos, meg egy csomó paramétertől függ, meg időtől, meg kamattól, meg mindenfélétől függ. A lényeg az, hogy számíts ki. Ismerd az alternatívákat, és egy minimálisan dugd be az orrodat a matekba, és az Excelben, nem matekban, nem kell itt derivátokat számolni, hanem egy Excel táblázatban csomó mindent fel lehet vázolni, és már is alapozottabb a döntésed. No, hát köszönjük szépen. Egy utolsó ajánlat, amíg elfelejtettem. Kérdezzétek meg a közösséget. Tehát van egy pénzügyi döntés előtt álltok, igazi vagy fake profillal, mindegy, be lehet menni egy ilyen csoportba, én őt ajánlom, most Kinca Bandor, ez egy ilyen 8000-es csoport, tegyétek fel a kérdést. Mondok, figyelj, ez az én helyzetem, és hát, hogy jöjjenek meg, ott egészen érdekes emberek vannak, különböző tapasztalattal, és adnak ötleteket, hogy figyelj, ez hülyeség, mert, vagy ez jó, mert. Ingyen tanács. Mert nem a bank a szakértő, nem a banktól kér tanácsot, nem az ingatlan közvetítőtől kér tanácsot, mert kivéve, hogy fölvárja annál, mert ilyen. Hanem... Nem ténylegesen így mondjak, mi teljesen, tehát még ha nem is adok el, én inkább jót mondok neked, mert később visszajössz. Mint hogy most hirtelen adjak neked valamit, még ha az nem is jó neked. Hosszú távon így jobban labdába rúsz. Rövid távon nem. Mindenféleképpen a közösséget is érdemes megkérdezni, nem kerül semmiben. És csak nyert. Köszönjük szépen!